Köszöntöm a jelenlévőket. Szakála Orjé vagyok, a Kiskunasi Múzeum igazgatója. Hát nem gondoltuk volna egy évvel ezelőtt, hogy maszkba ücsörgünk egy terembe. Én úgy gondolom, hogy a távolságtartás szabályát jelenleg a teremben maszk nélkül is be lehet tartani, de aki akar maszkot fenntartani, természetesen ez joga van, és ez az ő döntése. Tévelején tavaly ősszel kezdtük szervezni a Boros Ilona kiállítás megnyitóját, és hát most jutottunk a megnyitóig. Az ötlet már több mint másfél évvel ezelőtt megszületett, hogy a Halasi Múzeumban 2020-ban lesz B. Boros Ilona műveiből kiállítás, amit most már ugye láttak is, vagy többségük látott, hogy én elfogult vagyok, hogy ez nagyon szép. És tavaly ősszel egy olyan gondolat is született a kecedik számára, valószínűleg ismerősen hangzó dr. Vancsora János ötletére, hogy hát kiadvány is legyen, és megkerestem keceli cégeket és a könyvtárat, hogy az előfizetők és a szponzorok és pénzgyűjtésében segítsenek, és mint látják, van könyv, nem is akármilyen könyv, és ennek a kiállításnak a megnyitóján és a könyv bemutatóján vagyunk jelenleg. És akkor nem is szaporítanám tovább a szót, megkérem Kiskolas város polgármester Fülöp Róbert urat, hogy a házigazda polgármesterként köszöntse jelenlétüket. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a Kiskolasi Torma János Múzeumban. Igen, a terveink szerint ezt az alkalmat, ezt a találkozást márciusban kellett volna megtartanunk. Sajnos a helyzet úgy hozta az utóbbi időszakban, hogy erre nem kerülhetett sor, de annak nagyon örülök, hogy a mostani állapotok, a mostani hírek arra engednek bennünket, hogy egyre több rendezvényt tudunk megtartani, egyre jobban nyílik a világ vissza. Már vannak olyan hírek, hogy ezzel is lehet, hogy nagyon-nagyon hirtelenek vagyunk, és még visszacsaphat a dolog. De az, hogy egy kicsit élhetjük a közösségi életet, szerintem ez mindannyiunk számára hiányzott azokban a hónapokban, amikor ezt nem tehettük, és tényleg boldog vagyok attól, hogy most itt lehetünk együtt, és örülhetünk ennek a kiállításnak. Akkor, amikor a múzeumot megújítva át tudtuk adni, akkor volt egy olyan feladat és cél ezzel a megújítással kapcsolatban, hogy az a hely, ahol korábban a nagy képek szerepeltek, egy olyan kiállítási térré változhasson meg, ami ilyen időszakos kiállításoknak adhat majd otthont itt Kiskunhalason. Erre egyrészt vállaltunk kötelezettséget akkor, amikor a bajgyűjteményt befogadtuk, másrészt pedig korábban nem is annyira volt erre terünk nagyon, és most viszont megvan ez az adottságunk. Igazgató úr nagyon jól működteti a múzeumot, és ő rendkívül figyel arra, hogy ezek a látó vagy a kiállítóterek jól legyenek hasznosítva. Én szerintem, aki a múzeumban látogat és végignézi ezeket a kiállításokat, ő rendre olyan kincsekre talál, amelyek érdekesek és érdemes felkerekedni, hogy megnézzük őket. És hát a múzeum önmagában is olyan látványosság szerintem, ami miatt érdemes nem is egy alkalommal, hanem többször visszatérni hozzánk Kiskunhalasra. A múzeum most szerintem szép, de vannak további terveink azzal kapcsolatban, hogy bővítsük a kertjét. A múzeumnak volt egy nagyon szép kertje korábban, ahol szintén voltak kulturális programok, és hát ezt a fejlesztéssel elveszítettük. Biztos, hogy nem lesz ugyanolyan, hogyha sikerül a következő terveinket megvalósítani, de én azt gondolom, hogy egy nagyon szép tervet tudunk majd itt befelé, az udvar felé megvalósítani. Ez a következő nagy álmunk, nagy feladatunk lesz, amelyet a következő évekre irányoztunk elő magunknak. Én nagyon örülök annak, hogy egymás melletti településként és barátsággal tudunk ilyen rendezvényekre menni egymáshoz,
Én a legtöbbször ugye a világkiállítás alkalmával jártam Kecelen, de ott is láttam nagyon szép kiállításokat, és örülök annak, hogy most házigazdái lehetünk egy keceli rendezvénynek, egy keceli eredetű kiállításnak. Úgyhogy sok szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer Kiskunhalason, és azt kívánom, hogy egy szép délután tudjunk együtt eltölteni itt. Köszönöm szépen a figyelmüket! Magunk között vagyunk, azért őszintén bevallhatjuk, hogy ez egy keceli rendezvény. Tehát itt a egyfőre jutó keceliek szám az igen magas. Na, egy-két halasi, vannak átmenetek, hogy a keceli is, és halasi is, olyan is van. Én halasi vagyok. Úgy gondolom, hogy ha ez a koronavírus járvány nem jön össze, akkor a Boros Ilona kiállítás megint olyan 400 ember lett volna. 3-400, úgy tippelem. Most akik itt vannak, az a szűk kör, akit meg kellett hívni, mert vagy családtag, vagy szponzor, vagy a rendezvény kiállítás szervezésében aktív résztvevő volt, és hát köszönöm szépen a segítségüket. És akkor felkérem most Hasszívó Ferenc urat, a Kecel polgármesterét, hogy mondjon egy köszöntőt. Kedves Ica néni, tisztelt polgármester úr, igazgató úr, művészettörténész asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, Kecelvárosi önkormányzat nevében mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök B. Boros Ilona kiállításán. Nagy öröm számomra, hogy néhány gondolatot elmondhatok, mint Kecel polgármestere, mivel tanítványa voltam Ica néninek, és kis második, harmadik osztályos koromtól kezdve folyamatosan a szakköreire jártam, nála tanultam meg batikolni. Ő 1957-ben került Kecelre, ráadásul egy közös pont van édesanyámmal, együtt végezték szinte egy év különbséggel a kecskeméti tanítóképzőt, és együtt tanítottak jó barátságban. Majd Juhász Gyula találkező főiskolán végzett Icaéni földrajz rajzszakon, és hát tőle tanultuk meg a batikolást, nagyon-nagyon sok tanítványa van, igazából Kecelnek egy gyöngyszem Icaéni, nekem is példaképem, és mindig szeretett tanáromnak fogadtam, ha nem is beszélgetünk olyan sokszor, de ez így van. És én úgy érzem, hogy ez a kiállítás tényleg egy gyöngyszeme lehet Icaéni életének, és nagyon szépen köszönöm a támogatóknak, szponzoroknak, különösen az előbb doktorról beszélgettünk, Vancsor János doktor úrnak a kezdeményezést, és én is örömmel álltam ennek a kiállításnak a nem a szervezésében, hanem a hátterének a segítéséhez. Nagyon fontos még, hogy Ica néni kiváló tanár, amellett Kecelváros díszpolgára is, és az is nagyon fontos, hogy Kecelen egy néhány évvel ezelőtt megalakult az értéktár, és a munkássága a keceli értéktárban is benne van, sőt, tovább menve javasoltuk a megyei értéktárban is, tehát tényleg büszkeségünk Ica néni munkássága. Én azt kívánom Ica néninek, hogy még sok éven keresztül folyamatosan alkosson szépeket, és a családja és az unokái körül, között élvezze mi a következő éveket, és azok nevében, akiket tanított, és nagyon komoly képzőművészek, iparművészek, keramikusok, textilművészeket képzett, azok nevében is köszönöm a munkásságát. Itt látok is például Hasszi Anikő a textileivel, vagy akár a Filus grafikus reklám tevékenységével, de akár Szabó Erzsébet keramikus munkái, sorolhatnám akár a megbízott igazgatónk, a könyvtár megbízott igazgatónk, Mencsik Ritának a tűzrománcai, vagy Koszta Zsófiának, a Koszta család egyik leszármazottjának a gyönyörű munkássága is. A gyökerei, az origó, az mind Ica nénitől jöttek, úgyhogy én külön köszönöm még egyszer Ica néni munkásságát, és köszönöm a szervezőknek, Szakála úrnak a rengeteg munkát, és a szponzorok mindenkinek a támogatását. Én arra gondoltam, azért még egy utolsó mondat, engedjen meg igazgató úr, nem akarok hosszú lenni, hogy ezt az egész kiállítást azért
majd Keccelen is meg kéne tartani, mindenféleképpen, mégis csak egy keceli kiállítás, és ezt, ha lehetne, akkor kis lehetne bővíteni. Úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, Icainek a munkáját, és szeretnék egy csokor virágot átadni Icainek. Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy könyvbemutatót tudjunk tartani, kell egy könyv, de már van. Köszönöm szépen. Polgármester úr azt mondta, hogy kellene Keccelen is egy nagy boros irona kiállítást tartani. Hát igen, kellene. Na most ugye senki sem lehet proféta a saját hazájában. Tehát el kellett ahhoz Halassa jönni, hogy rájöjjünk, hogy egy ennél nagyobb kiállítást Keccelen kell tartani. A Halassi Múzeum, mivel birtokában van minden információnak, hogy mi hol van, szívesen segít ebben. És akkor nem 50 válogatott szőnyeget tudunk, hanem 100-at. Na most azért ezeknek a szőnyegeknek a nagy része ez Keccelen van. Vagy elszármazott keceliaknél. És érdekes módon egy sincs közgyűjtemény. Ez valahol szomorú. Tehát hát, ha kerül közgyűjteménybe is, én gondolom, hogy akinek van szőnyege, az biztosítja azt, hogy ez fönnmaradjon, öröklődjön és megmaradjon az örökké valóságnak ezek a gyönyörű szőnyegek. És hát elékeztünk a programnak ahhoz a részéhez, hogy a kiállítást megnyissuk. Bemutatom önöknek a Bajai Múzeum igazgatónőjét, a Halassi Múzeumot művészettörténet szempont nagyban segítő Kovács Zitát. Tisztelt polgármester urak, tisztelt igazgató úr, kedves Icza néni, kedves vendégek, hölgyeim és uraim, én is nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő számomra, hogy jelen lehetek ma itt, és beszélhetek Önöknek Icza néniről, akit személyesen nem kell bemutatnom, gondolom, itt ma senkinek, és a néhány személyes gondolatot követően engedjék meg, hogy belőlem egy picit a szakember szóljon. Amikor igazgató úr meghívott ide már nagyon sokadik alkalommal, hogy felfedezett valami kincset, valami különleges dolgot, amit eddig még nem láttunk, én sem láttam, és megismerhettem Icza nénit személyesen is, és a munkáit is, és hosszú hetekig, néhány hónapig foglalkoztam vele napról napra, óráról órára, és bontogattam azokat a szálakat, textilszálakat egy picit visszafelé, persze csak virtuálisan, amelyek mögött megismerhető egy ember, egy személyiség, egy alkotókéz, és megírhattam ez a nagy tisztességért ezt a könyvet Icza néniről, hogy dokumentáljuk, amiről igazgató úr az előbb beszélt, hogy nincs még közgyűjteményben egy munka sem, de reméljük, hogy a közelmúltban ez pótolandó lesz. Itt a környező térségben a területileg illetékes múzeum vagy múzeumok, vagy akár az ország múzeumai közül többen fognak majd vásárolni ilyen alkotásokat. De hogy ez pótlandó, egy olyan kötetet fogunk majd rövidesen a kiállítás megnyitót követően bemutatni Önöknek, amely mindenképpen ma már biztos, hogy a felelhető Boros Ilona alkotásokat dokumentálja képekkel, nagyon szép reprodukciókkal és egy összefoglaló szöveggel, amelyet én készítettem el, és amiért nagyon hálás vagyok, hogy foglalkozhattam és írhattam róla. Engedjék meg, hogy mivel ülnek és hűvös van, ezért egy picikét röviden, de áttekintsem Icza néni művészetét, az életműnek nagyon fontos gerincét alkotó, az én számomra fontos megfogalmazott gondolatokkal. Béboros Ilona alkotóművész, textilművész alkotásai, hímzett kárpitjai, textilmunkái, zománcai egy ősi, archaikus közösségi tudás emlékeinek, az őszinte gyermeki gondolat és képzelet szuggesztív látványának különös levegőjét árasztják. Eredetisége nem pusztán a témában rejlik, bár a pogány és keresztény teremtéstörténet mesebeli tájai és hősei látványos, szimbolikus eseményei iránt feltűnő vonzalmat táplál. Noha a fölényes technikai biztonság csillogtatását ma is sokan a művészi alkotás kizárólagos kellékének tekintik, Boros Ilona textilképeinek szemlélői elsősorban különleges technikájára és nyelvezetére figyelhetnek fel, a modorbéli szabálytól és iskolás hagyományoktól mentes üde eredetiségre.
frissessége, szemléleti szabadsága, elfogulatlansága miatt művészete szinte társtalan a 20. századi és a kortárs magyar textilművészetben. A textilművészet, mint technológia a legősibb mesterségek egyike, múltja az ember kultúrtörténetével egyidős. A kárpit, kárpoltosz kifejezés magyar forrásban először 1395-ben a besztercei szójegyzékben említik, amely falakat, falnyílásokat borító díszes szőttest jelentett. Ha besétálunk a kiállításba, azt gondolom, ugyanez a kora középkori érzés kerít magunkat hatalmába, ha látjuk Ica néni textiljeit a falakon. Az európai művészet történetében a középkor óta a textilművészet, a kárpit művészet, egy sajátos, a képzőművészet, az iparművészet és a népművészet határán átívelő, szuverén műfaj. A textilkészítés a 20. századig háziipari tevékenység volt, a 19. század utolsó harmadában ezt konzerválták Magyarországon a szecessziós és preraffarita iparművészeti mozgalmak, amelyek a modern gyáripar kommercializmusával szemben a középkori kézművességhez történő visszakanyarodás jelentőségét hangsúlyozták. Antal Frigyes művészet történész egy 1919-es tanulmányában arról ír, hogy a népi hímzőművészet, és ezt nem véletlenül mondom itt Kiskunhalason, a kereskedelmi forgalmazás keretei között is fenntartható, ha az iparművész szövetség felügyeli, ellenőrzi a tevékenységet megfelelő szakemberek közreműködésével. A példát a kiváló művészettörténész az életből Kiskunhalasról merítette, hiszen a 20. század első évtizedeiben megszületett háziipari szövetkezetben Markovics Mariska kézimunka tanárnő vezetésével, magyar népművészeti motívumok felhasználásával készültek a ma már világhírű és hungarikumként nyilvántartott varrott csipkék, terítők és ruhadíszek, amelyeket Dékáni Árpád rajztanár tervezett. Béboros Ilona tehetségét 15 évesen rajztanára Györe Géza és a Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola vezetője Matis Kálmán festőművész fedezte fel. Főiskolai tanulmányai alatt Gás Sándor és Diószegi Balázs festőművész biztatták és erősítették ambícióit a művészi pályán. 1960-ban a Kecskeméti Katona József Múzeumban volt első egyéni kiállítása, festményekből és grafikákból egyelőre. Korai korszakának, festészeti grafikai korszakának figurális kompozícióin Diószegi Balázs és Nagy István hatása volt felismerhető, az alföldi táj és a falusi ember hétköznapi életéből merített témák jelentettek egy olyan bensőséges hangulatot, amelyet én szeretettel javaslok, hogy a keceli kiállításban mutassuk majd be. Én láttam ezeket az alkotásokat, csodaszépek. Első varrott, pontosabban hímzett textilképe Ica néninek 1968-ban született, amely az anyaság boldog örömének, a beteljesülés vágyának, a teljességnek lett a szimbóluma, anya gyermekével a címe a műnek, és a kötetben majd láthatják. Béboros Ilona textilművész pedagógus, a magyar textilművészet meghatározó személyisége, a Kecskeméti katonatelepen tanyasi iskolában kezdte tanulmányait, 1957-ben diplomázott a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán, majd ahogyan hallottuk, Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán is rajztanári diplomát szerzett. A főiskoláról egyenesen Kecelre került, ahol a felső tagozaton, majd az alsó tagozaton tanított. 1964-től nyugdíjba vonulásáig vezette az iskola rajzszakkörét, ahol a gyerekekkel együtt festettek, rajzoltak, batikoltak, agyagoztak, szőttek és hímeztek, az osztálytermek falára monumentális, impozáns falképeket készítettek, ebből is láthatnak majd egy szép válogatást a kötetben. Az osztálytermek falára monumentális, impozáns fali képeket készítettek a gyerekekkel. Első sikerüket ezekkel a munkákkal az Iparművészeti Múzeum országos gyermekrajz pályázatán aratták, később megszámlálhatatlanul sok díjat zsebeltek be ezeken a kiállításokon diákjai. Béboros Ilona életművében a textilek mellett grafikai és festészeti tevékenysége is jelentős, mint mondtam, de zománcokat is készít. Pedagógiai munkáját számos alkalommal elismerték. 1973-ban művészeti nívódíjat kapott. 1987-ben SMT művészeti díjat, 1984-ben ifjúságért érdemrendet kapott, 1992-ben és 94-ben elnyerte a Kecskeméti téli tárlat első díját, 1993-ban az országos képzőművészeti tárlat ECCE Homo fődíját,
2002-ben Tokajban a Zilahi díjat. 1994-ben lett Kecelváros díszpolgára, és 1996-ban megkapta Bács-Kiskun megye művészeti díját, iparművészeti, textilművészeti, életművét és művészetpedagógiai tevékenységét pedig 2017-ben vették fel a Bács-Kiskun megyei értéktárba. A Tokaji Művésztelepnek 1968 óta tagja, a Magyar Művészeti Alapnak 1986 óta, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Műhely Művészeti Egyesületnek 1990-ben lett tagja. Bíboros Ilona, mint tudjuk, elsősorban varrással, hímzéssel, batik eljárással készült fali kárpitokat, textiltárgyakat, falképeket, párnákat tervez és készít. A tervezéstől a kivitelezésig minden munkafázist ő végez, és ez nagyon különleges, azt gondolom. 1964-től napjainkig megyei, országos és nemzetközi csoportos kiállítások rendszeres résztvevője. Első nagyközönség előtti egyéni bemutatkozására Kecskeméten került sor, mint mondtam, a szakszervezetek megyei tanácsának székházában, ez 1984-ben megismétlődött. Alkotásai eljutottak Csehországba, Franciaországba, Németországba, Svájcba, Amerikába és Ausztráliába is. Rendkívül expresszív rajzkészsége, grafikai látásmódja ezeken a textileken jó nyomon követhető. Munkáira az alföldi festészeti hagyomány és diószegi Balázs művészetének hatását magánviselő nagyvonalú komponálás, a síkban gondolkodó felülettagolás, népművészeti motívumok, stilizált mintaelemek ismétlése jellemző, amelyet az ezredfordulót követően a monumentális kompozíciós egység megteremtésének igénye gazdagított. Színvilágára a mély tónusú, meleg földszínek, leginkább a barna, sárga, téglavörös, mélykék, lila kolorit használata jellemző. Textil kompozícióinak legkedveltebb mintaelemei az emberi alakok, főként az anyaság vagy a női attribútumok használata, a szimbolikus állatfigurák, madarak, unikornis, szarvas, kutya, macska, hal, kígyó és növénymotívumok, az életfa, levél, virágok, termések. Síkszerű, dekoratív, stilizált kissé groteszk emberi figuráinak, főként női alakjainak, kontúrjaiban, mozdulataiban, mimikájában, illetve környezete ábrázolásában ragadja meg a pillanatot, a pillanatnyi üzenetet, és ezt érdemes egyenként kifejteni a textilszálak közül, érdemes egyenként megállni, és a szemünkkel egy kis kirándulást tenni ezeken a rajzokon és ezeken az üzeneteken. Finom kidolgozású, hímzett, varrott kárpitjai mind megismételhetetlenül egyedi darabok, soha nem készült még hasonló sem. A művész a kárpit készítése közben ösztönösen formálja képpé gondolatait. A textiltervezéssel párhuzamosan batikulással és zománc készítéssel is foglalkozik, és ezek az alkotások többször a témájukban megismétlődnek itt is és ott is. Bíboros Ilona életműve az 1960-as évek végétől napjainkig meglepően egységes. Én magam sem tudtam minden esetben vele együtt kibogozni azt, hogy melyik munka pontosan melyik évben született. Számára nem ez volt a fontos. Nem tudományos alapon készítette ezeket a textileket, hanem saját belső alkotókészítése nyomán. Bámulatosan ötvözi a síkban gondolkodó, színfelületekre helyezett, dekoratív, részletgazdag, ornamentikus elemeket, az antropomorf tulajdonsággal rendelkező figurákkal, szárnyas lényekkel, angyalokkal, lepkékkel, madarakkal, kutyákkal, macskákkal, halakkal, kígyókkal, az égi testekkel, a nappal és a holddal. Bár sokuk tud repülni, mégsem tudnak szabadon szárnyalni. Valami mindig a földi világhoz köti őket. Szomorkás, melankolikus hangvételű alakjai a lét két síkja között ragadt, átváltozásra vágyó és váró lelkeket ábrázolnak. A szárny, a szárnyalás, a repülés témája nem csak festett, hanem batikolt, hímzett és zománc alkotásaiban is többször újra megjelenik. Bíboros Ilona művészetéről, művészetpedagógiai tevékenységéről az elmúlt fél évszázadban egy lexikoncikk, két szakdolgozat és körülbelül 30 publikáció jelent meg helyi, megyei vagy országos folyóiratokban, napilapokban, katalógusokban, kiadványokban. A Torma János Múzeum Bíboros Ilona 2020. évi kiállításával és egy közel 200 műalkotást közreadó kiadványal igyekszik egy különös módon csak nem teljesen eddig feldolgozatlan életművet bemutatni, hogy láthassuk, ez a művészet mélyen korunkban gyökerezik, és mélyen a magyar művészet történetében gyökerezik,
de a kortárs emberhez, vagyis hozzánk szól. Ahhoz az emberhez, akiben önmagával és az élettel szemben a teljesség igénye él. Béboros Ilona művészete kezdettől fogva ezt a teljességet szolgálja. A 20. századi és kortárs magyar iparművészet kiemelkedő darabjai közé tartozó hímzetkárpitok és zománcművek sok meglepetést, értéket és érdekességet tartogatnak nekünk. Fogadják a kiállítást szeretettel, és látogassák meg, bontsák ki a textilszálak mögül Béboros Ilona alkotásait, képeit, üzeneteit, gondolatait. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Hát van könyv. Na most, ha valaki nem tudott volna mindent megjegyezni abból, amit az Ita mondott, a könyvben van a bevezető tanulmány, amit lehet tanulni és olvasgatni. Azt hiszem, hogy nagyjából érthető, amit mondott, én nyilván minden részletet ugye nem tudok egyszer elsajátítani. Én nagyon örülök neki, hogy ezt a kiállítást és ezt a könyvet sikerült létrehozni, viszont itt szeretném megköszönni a közreműködőknek és a támogatóknak a munkáját. Tehát munkatársként említenem kell Kovács Annát, dr. Pusztai Györgyit, Rideglén Szilágyi Bettinát, Vancsira Jánost és Vidneri Fegyesi Bernadettet. És a támogató... Igen, köszönöm szépen. Igen. Lehet. Mert ugye azért keceli segítők nélkül ugye nem menne. És a támogatók között, tehát elsősorban Kecelváros önkormányzatát és a pintérműveket kell említenem. Nagyon szépen köszönjük a nagyvonalú segítségüket. Magánszemélyek is segítették a könyvnek a megjelenést. Borbényi László, dr. Csapi Géza, Hatvani Gábor és felesége, Kemény Ferenc, Lakatos Gábor, dr. Petruska Judit, Sinder János és dr. Vancsa János. A jelentős támogatók között négy céget szeretnék említeni, az Astron Kft., Béla Borászat, Modus Vivendi és Szent György Gyógyszertár. További segítő Anita Optika, Árvai Family Kft., BI Design, az Egyházoktatási Alapítvány és a II. János Pál Katolikus Általános Iskola, a Fürtréd, a Kecskés Építőművek Kft., a Műszaki Áruház, a Balázs Tiborászat és Sándor az Oltán. Örömmel mondom, hogy a tegnapi napon minden támogatónak kivittük a példányokat. Ugye itt egy gond volt, hogy ugye kölcsönkérünk műtárgyakat, és azt ígértük, hogy május végén visszaadjuk őket. És hát amikor megjelent a könyv, ugye a tervezett megnyitó előtt, akkor minden kölcsönzőnek küldtünk egy ajándékkönyvet, és megírtuk, hogy türelmet kérünk. A mostani meghívóban meg benne van az, hogy szeptember 27-ig van a kiállítás, és akkor van esély utána visszakapni a textileket és a tárgyakat. És hát most jön a Hóhért akasztják című rész, hogy megkérdezem Vicca nénit, hogy szeretne mondani valamit. Kedves vendégek, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan eljöttetek, és kíváncsiak voltatok a munkáimra. Remélem, találtatok közöttük olyat is, amit még nem láttatok. Hát kicsit zavarva vagyok, hogy most nekem itt beszélni kell. Hát nagyon-nagyon röviden megpróbálom azt, hogy hogy is indultam én. Katonatelepen születtem, és Kecskeméten jártam középiskolába, Szegeden pedig elvégeztem a tanárképző főiskolát. Rettentő boldog voltam mindig, hogy olyan pályát választottam, amit a világon a legjobban szerettem, rajztanárnak lenni, gyerekekkel foglalkozni.
és hát ebbe volt bőven részem. Most is az én kedves régi tanítványaim időnként megjelennek, és elhozzák azokat a munkáikat, amit otthon készítettek, és hát ezzel nekem rettentő nagy örömet okoznak, hogy nem hagyták abba, és dolgoznak otthon. Hát szeretném, hogyha a jövőben is így lenne, és még sokáig elhozhatnátok a munkáitokat megmutatni. Ennyi.